Hello, we are in Panama City in the district of Clayton. Clayton is the place where the little bit, how to say, richer peoples are living. The embassy of the United States is also here. Szóval sziasztok, Panama Cityben vagyunk, ugye? Clayton nevű helyen, ami egy része Panama Citynek. Mondjuk ki, itt egy kicsit gazdagabb emberek élnek, az amerikai nagykövetség is itt található. We made some contact with people here, and we found a very nice family, and a guy called Dennis, who gave us a little work to paint his fences. It's a little bit rusty and old fence, so we must clean it and paint it again, so it will be a little bit money for us to go to Colombia. As I was writing, the problem is that from Panama City going to Colombia costs money because we can't walk. There is the Darien Gap and it's too dangerous for us, and we have no equipment to go across the Darien, and we don't want to have situations with the FARC guerrillas. So we work here, we sit on the street, we beg on the internet so that we will have money for a ship or a flying trip to Colombia. Szóval az van, hogy ugye itt Panama Citybe gázba vagyunk, mert szeretnénk menni Colombia felé, de hát az pénzbe kerül, mert hát Kolumbiába átgyalogolni nem lehet. Van egy Darien nevű dzsungelos hely, amikben se utak nincsenek, most az esőzéses időszak van, tehát nem is tudunk ott átmenni, folyók, dzsungel, mocsár, kígyók, nincs nekünk expedíciós felszerelésünk ehhez. Ráadásul a kolumbiai FARC gerillák is ide vannak behúzódva, ez az egyik kedvenc fészkük, tehát kifejezetten veszélyes. Tehát repülni kell, vagy hajóval kell menni Kolumbiába, ehhez pénz kell. Ülünk az utcán, beszélgetünk emberekkel, próbálunk donációkat szerezni, az interneten keresztül próbálkozunk, és amikor szerencsénk van, mind a Dennis nevű úriember és családja, adott nekünk itt most egy kis munkát, le kell fessük a kerítést. Fekete rozsdás, kissé megkopott kerítés, kicsit megsmirglizzük, lemossuk, és utána fessük. Ezért kapunk egy kis pénzt, ami megy a kis malackába, hogy gyűjtögetjük a Kolumbiához való átkeléshez a money-t. Szeva! Hi! I better like to work, like sitting on the street and beg. I hope we will find some more work. Yeah, it's the cleanest way, no? I'm working, they're paying, and how to say, it's the normal way to have money. Magyarul is mondjam? Hát akkor én jobban szeretek dolgozni, ugye, mint kint ülni az utcán, az tényleg így egy kicsit pszichikailag terhelő, hogy ülsz és vársz a szerencsére. Hát koldulsz, ja. Koldulás az azért mindig úgy az ember lelkére telepszik. Ez valahol egy ilyen tiszta út és mód. Én ezt kedvelem, az ember dolgozik, ezért megfizetik. Ugye, hát még az interneten is a támogatásokat valójában én úgy képzeltem el mindig, hogy írok valamit, hát ha valakiket szórakoztat vagy érdekel, és akkor azt értékelve minket támogatnak. Na mindegy, valahogy majd csak lesz, eddig a szerencse velünk volt. Minden jót, sziasztok! That's it! Bye bye! Bye bye!